Letette esküjét a köztársasági elnökként újraválasztott Áder János. A honatyák március 13-án döntöttek arról, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaznak az államfőnek. Áder János drámai mértékűnek nevezte a politikai közbeszéd állapotának romlását, ezért az 1867-es kiegyezést ajánlotta követendő történelmi példaként. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. A magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segélje. Letette esküjét az országgyűlés előtt Áder János, akit újabb 5 évre választottak államfőnek. A köztársasági elnök a beiktatása utáni első beszédében arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy meglátása szerint a politikai közbeszéd színvonala az elmúlt hónapokban drámaian romlott. Ezzel kapcsolatban az 1867-es kiegyezést ajánlotta történelmi példaként az országgyűlés figyelmébe. Meggyőződésem, ha így megy tovább, mindent lerombolunk abból, amit 1990 óta közösen felépítettünk. Mindent megkérdőjelezünk, minden, akár csak hallgatólagos megállapodás semmibe veszünk, minden határt átlépünk. Az államfő szerint nem érdemes azon vitázni, hogy a közbeszéd állapota miatt ki a felelős, hanem közösen kell dolgozni a megoldáson. Közös a felelősségünk a hogyan továbbért. Egy év van még a választásokig. A választó polgárok többsége biztosan nem akar ez idő alatt egy kitörésre készülő vulkán tetején élni. Kérdés. Megadjuk-e a másiknak a kellő tiszteletet? Érveket mérünk-e össze érvekkel? Tényeket tényekkel? Vagy indulatokat indulatokkal? Áder János hangsúlyozta, 3 kérdésben egyet kellene értenie a politikusoknak. Ezek az európaiság, a magyar nemzethez tartozás, valamint a tisztességes, becsületes, nyugodt élethez való jog. Ez utóbbival kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a család és a gyermekek sérthetetlenek. 1990 után hallgatólagos egyesség volt közöttünk, hogy a közéleti szerepet nem vállaló családtagok, különösen a gyermekek, nem részei a politikai diskurzusnak. Az ő életük, az ő magánügyük. Nekünk, politikusoknak semmi közünk hozzá. Ki, hol, mikor, kivel, mit csinál? Áder János arra is kitért, hogy vissza kell állítani a nemzeti ünnepek méltóságát, és mindenkit arra kért, hogy ne zavarják egymás rendezvényeit.